közösségi tervezés a Toldi utcai parkban. A Toldi és a Kazinci utca közötti parkba tervezett új közösségi kert pontos helye volt a témája a fórumnak. Gajda Péter polgármester, Varga Attila alpolgármester, Bogó Józsefné és Fekete László önkormányzati képviselők, a Zöld Program Iroda és a Közpark Kft. Munkatársai, valamint az első kispesti kert kertészei várták a kérdéseket, ötleteket. Nem csak abból a szempontból fontos egy ilyen kert, hogy itt a lakótelepi környezetben egy picit lehet kertészkedni, megtermelni a saját zöldséget, gyümölcsöt, hanem a közösségépítés szempontjából is fontos, hiszen mindig azt tapasztaljuk, hogy egy-egy olyan területen, ahol a közösségi kert megjelenik, összehozza az embereket, közös programok lesznek, megismerik egymást a kert által az ott élők, nagyon jó kis csapat alakult ki, ugye mindig féltünk az elején, hogy ezek a kertek valahogy majd aztán elhalnak, megszűnnek, de az összes közösségi kertünkben kiváló közösségek alakultak ki, és hát most itt a Toldi utcánál is azt tervezzük, hogy egy új közösségi kertet készítsünk el ide, erre az egyébként nagyon szép parkrészre, tehát egy újabb funkcióval bővülne ez a terület, és nyilván ilyenkor tartunk egy egyeztetést az itt lakókkal. Most egy picit nem csak arról szól, hogy alakítsuk ki majd azt a 20 ágyást, és hol, ami majd itt létrejön közösségi kert formájában, hanem arról is, hogy ezt a nagy parkot miként lehet észszerűen átalakítani, felújítani, tehát erről is van egy kis diskurzus vita a helyszínen, és bízom benne, hogy ennek az eszenciája az lesz, hogy egy valóban olyan funkcióval bővül majd ez a terület, aminek mindenki örül, és hát természetesen majd annak is, ahogy majd ez a terület megújul. Varga Attila a kert helyére vonatkozó két tervet ismertette. Az első elképzelés szerint maradna a mostani állapot, és a kutyafuttató melletti zöld területen alakítanának ki egy közösségi kertet. A második ötlet a kutyafuttató áthelyezésével számolt a mostani aszfaltozott sportpálya helyére, úgy, hogy egy kisebb focipályát alakítanának ki valahol a parkban. A közösségi kertet a kutyafuttató helyén alakítanák ki. Azzal a példával éltem, hogy amikor én mondjuk egy magánkertbe elmegyek, mondjuk fölmérni egy kertet, és elbeszélgetni arról, hogy hogyan kellene megépíteni egy kertet. Most gyakorlatilag ugyanezt történik itt egy kicsivel nagyobb léptékben, és ugye, hogy itt a megrendelő a lakosság, és a kivitelező meg gyakorlatilag az önkormányzat, illetve nyilván ő meg tovább delegálja majd a feladatot a tájépítésznek, illetve a kivitelezőknek. Az önkormányzat az első elképzelést valósítja meg, azaz változatlanul megmaradnak a funkciók a parkban, és a kutyafuttató melletti pihenőpark helyén alakítja ki a közpark tavasszal a közösségi kertet. A 20 ágyásra a zöldprogram@kispest.hu e-mail címmel lehet elküldeni a jelentkezéseket.